Feljelentéseket tesz a Jobbik, hogy tisztázni lehessen, kik azok a magánszemélyek vagy vállalkozások, amelyek még a fiókok bezárása előtt kivették pénzüket a brókercégekből. A párt azt gyanítja, lehetséges, hogy bennfentes információk voltak egyesek birtokában, és a párt a vizsgálatot kiterjeszteni a politikusokra is. A részleteket Fábián Barna kérdezi a Jobbik alelnökétől, Volner Jánostól. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, francia vezetőhelyettes úr! Az első dolog ez a tegnapi megbeszélés a pártok között. Ugye az MSZP vezetője, Tóbiás úr, összehívott egy megbeszélést, amire önöket nem hívták meg. Aztán, mert hogy azt mondták, hogy önök nem ellenzéki párt. Először ezt... még mindenki részére érkezett meghívás, utána azt eszükbe jutott, hogy hűha, hát őket is el szeretné számoltatni a Jobbik a 2010 előtti Questor ügyben, és akkor vonták vissza a meghívást. Ja, mióta megtudták, hogy önök ezt megkérdeznék tőlük, majd oda? Természetesen. De ön, mint frakcióvezető helyettes, országgyűlési képviselő, egy ilyen megbeszélés nem mehet be? Hát kidobták volna? Nyilván nem arról van szó, hogy kidobtak volna, hanem egész egyszerűen elzárkózott attól az egyeztetéstől, de hát hozzáteszem, ez olyan, mintha a két rabló közül az egyikkel kellene egyeztetni ebben az ügyben. Mi azért számoltatnánk el az MSZP-t is ebben az ügyben, mert a szocialista kormányok időszakában 16,9 milliárd forintos állami kezességvállalás történt az adófizetők pénzéből egy fedezetlen questor papírokra. És vajon miért nem indult ebben az ügyben büntetőeljárás? Miért sikálta el 2010-ben a Fidesz azt a büntetőeljárást, ami ebben az ügyben elindult volna? Hiszen gondoljon bele, 17 milliárd forintos állami kezességvállalást azért a politika legnagyobb barátai szoktak kapni, vagy azok, akiknek valós fedezet van az értékpapír számláján a Questornál, most már utólag tudjuk, egyáltalán nem volt egyik feltétel sem teljesítve a valós fedezetből, és bizony-bizony ebben az esetben a szocialistákat ugyanúgy el kell számoltatni, mint a most sumákoló és össze-vissza hazudozó Fideszt. A szocialisták azt mondják, hogy azért is nem hívták meg önöket, de aztán miért tovább billenek én ezen a tegnapi egyeztetésen, de hát ez tegnap volt, muszáj róla beszélni, mert hogy önök, hát hogy is mondjam, összejátszanak a Fideszre, cinkosai a Fidesznek. Hát ezeket az ostobaságokat mindig mondják a Fidesz. Mert hogy azért mondja, nem ellenzéki pártok önök, ugye? Persze, a Fidesz meg azt mondja, hogy mi a szocialistákkal játszunk össze, nyilvánvalóan egyik sem igaz. Az látszik, hogy a nagy halak mindig azért úszták meg, mert az egymást váltó kormányok soha a rendszerváltás óta nem hajtották végre az elszámoltatást, és tessék megnézni, ebben a Questor ügyben is ugyanez a helyzet. A Gyurcsány kormánynak ugyanolyan nagy barátja volt a Questor, mint most a Fidesz kormánynak. Igazán senki nem akarja elszámoltatni, most elindul majd egy elszámoltatási műsor, amikor az embereknek a politika rendez egy színdarabot, aztán amikor alább hagy az egész ügy, akkor majd szépen kiengednek mindenkit, és megy az élet tovább. Mondjuk a Questor ügyben három személy már előállításra került, valószínűleg Tarsó úr is köztük van. Persze, hát eddig is így történt, tessék csak visszagondolni, hány bankbotrány volt már a rendszerváltás óta. Mindig ellopták az emberek pénzét, mindig eltűntek 100 milliárd forintok, egy-két kis halat mutogattak utána vezetőszáron, itt-ott-amotta, hogy vezetgetik a bíróságra, egy-két ember leült néhány évet, aztán amikor csendesedett az ügy, akkor mindenki megúszta, a nagy halak meg soha nem kerültek rács mögé, és tartunk tőle, hogy ebben az esetben is az történik, ha nem sikerül kideríteni, hogy kik vették ki a Fidesz politikusai emberei közül az utolsó pillanatokban a pénzt. Önök hogy látják, hogy most egyébként Tarsoly Csaba későn került a, hogy is mondjam, előállításra? Tehát elteltek napok, ott állítólag a szomszédjai azt mondták, hogy kamionok jelentek meg a háza előtt, hatalmas pakolászás volt, ma persze, hogy ott mit pakoltak, mit nem, azt én nem tudom, hogy elképzelhető, hogy eltelt annyi idő, hogy itt megsemmisülhettek bizonyítékok? Hát most hadd kérdezzem meg öntől, 150 milliárd forintos fiktív kötvénykibocsátás történik egy cégnél. Önnek nem furcsa az, hogy ugyanúgy bejár az ügyvezető dolgozni, és azt csinál, amit akar a cégnél? Tehát ez egy kissé furcsa ügy, nyilvánvaló, hogy erősebb hogy egyetértek önnel. A másik, ami érdekes, hogy itt ez az Orgován úr, aki hirtelen vezérigazgató lett, talán 8 általánost végzett, és közmunkás volt, ő lett a vezérigazgató, a településén, ahol lakik, tápjóságon is csodálkoztak ott. Hát Béla, hogy kinőtte magát? Igen, nem csoda ez is, hogy csodálkoztak rajta, hiszen mondjuk egy volt közmunkásból hirtelen vezérigazgatót csinálni, vagy adott esetben potentátot a pénzügyi szektorban, mondjuk úgy, hogy erősen szokatlan lépés. Tehát az, ami itt a kamerák előtt történt ebben az ügyben, hogy valaki zavartalanul bejárhat. Itt van egy olyan kormány, ami elvileg felhatalmazással gyakorolja a hatalmát, és semmit nem tud tenni. Hát azt mondják, hogy a megalapozott nyomozás
nyomozati eredményeket végig kellett vinni, tehát anélkül nem tudtak senkit menni, és a kaptárba bevinni, hogy hát majd úgyis rátkenünk valamit, gyere be, azt mondták, a rendőrséget idézem, hogy a nyomozati szakaszban meg kellett szerezni azokat a bizonyítékokat, ami alapján ugye elő lehet állítani. De könnyen, hát két hete már az újságok is arról cikkeznek, hogy 150 milliárd forintos fiktív kötvénykibocsátás történik. Tessék szétnézni bárhol a világon, ez a tőkepiacok egyik legsúlyosabb bűncselekménye, azonnal elviszik a tetteseket, azonnal zárolják a vagyont, és megtörténik a befektetők pénzének megmentése. Ezt nem lehet megmagyarázni. Azt, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy ő utasította a minisztériumokat, hogy és amennyiben van állami kötvény, mert ugye ezek állampapírok voltak, nem készpénzben, azokat vegyék ki. Már is felmerült a kérdés az ellenzék részéről, hogy itt a bennfentes kereskedelem megfelelő tényállása valamelyik idehúzható. De aztán másik pénzpiaci szakértők meg azt mondják, hogy ha, ugye közpénzről van szó, a közpénzt mentette a miniszterelnök. Mások meg azt mondják, hogy ha azt mondta volna a miniszterelnök, hogy kérem, itt be fog dőlni egy csomó brókerház, hát itt mindenki kivette volna a pénzét az összes brókercégből, az összes bankból, na akkor viszont államcsőd lett volna. Így viszont a kisbefektetők a pénzükhöz jutnak, mert 30 millió forintig őket mindenképpen kárpótolni fogják. Na most hadd mondjam el, aki befektető, az csak 6 millió forintig kárpótolják, aki betétes, tehát mondjuk van egy bankbetétje valahol, őt kárpótolják. Mondjuk 30-ig. A kettő között különbségben azt szokták mondani, hogy a befektetőnek azért a kockázatot viselnie kell, mert mindig nagyobb a hozama, mint hogyha egy pénzintézetbe teszi be a pénzét. Csak tessék belegondolni abba, hogy van egy Magyar Nemzeti Bank ellenőrzése alatt működő csaló brókerház, ahol az állam forgatja az adófizetők pénzét. Itt a Questornál tőzsdéztek az adófizetők pénzével egészen konkrétan, annál a kormánynál, aki egyébként a tőzsdézésre való hivatkozással államosította a 3000 milliárd forintnyi magánnyugdíj pénztári vagyot. És ebben az esetben... Képvis azt mondták a miniszterelnökségen, hogy ezek állampapírok voltak, és azért tartották ott a pénzt, mert ott a számlavezetés nagyon-nagyon-nagyon megért, tehát majdnem ingyenes volt. Hát ez a legostobább magyarázatok és a leghazugabb magyarázatok egyike, amit hallottam. Most gondoljon bele, van állami bank, igaz? Miért nem ott tartja az állam a pénzét? Itt nyilvánvaló, hogy a haveroknak, a velük jóba levő Questornak azért adnak 20 milliárd forintot, vagy adott esetben több milliárd forintot, hogy hadd forgassa a pénzt, és ahogy be is bizonyosodott, nyílt értékpapírpiaci ügyletekben forogtak az állam pénzei. De azért azt megállapíthatjuk, főleg ön, mert én nem állapíthatok meg semmit, csak kérdést tehetek fel, hogy ezzel, hogy itt most elindultak a vizsgálatok, és még lehet, hogy lesznek különböző brókerek, én nem tudom. De most mondja, három cégnél már itt a problémát elcsípte az MNB felügyelet, hogy itt mégiscsak arra törekszik a bankfelügyelet is, meg a kormány is, hogy gyakorlatilag ezek a turpisságokat sok-sok erős idézőjelbe elkövetett emberek mégiscsak elszámoltatásra kerüljenek, és a befektetők, vagy a kispénzűek megkapják a pénzüket. Hát nyilván itt most már hamarabb ugye a Rogán Flax vezető úr is azt mondta, hogy itt jövő héten már döntés lesz abban a törvényjavaslatban, ami szigorítja az ellenőrzéseket. Hát hadd mondjam el, azért nem hiszek ebben, mert eddig mindig megúszták a nagy halak, és a Questor ügyben tett 2010-es feljelentést a fedezetlen állami kezességvállalás, ami a szocialista kormány időszakában született, a Fidesz segített elsikálni 2010-ben. Tehát az, hogy ebben az ügyben a végén ki fog ülni, meg hogy előkerül-e a pénz nem fog előkerülni, mert soha nem került elő. Mi nem kis részben egyébként pont azért szeretnénk 2018-ban kormányra kerülni, hogy Magyarország ne egy következmények nélküli ország legyen, ne egy olyan ország, ahol a politikusok meg a haverjaik mindig megúszhatják, és mindig ilyen kisebb súlyú szereplők viszik el a balhét látványosan a kamerák előtt. Ezeket az embereket azért kell elszámoltatni, hogy egyrészt vissza lehessen szerezni a pénzt, és ne érje kár az embereket. Másrészt pedig, hogy elriasztó erővel meg lehessen büntetni azokat, akik a politikai hatalmukkal visszaérve kiszolgálják az ilyeneket. Nagy Márton, az MNB igazgatója azt mondta, hogy az összes befektetési piac értéke 26 ezer milliárd forint, ez majdnem a magyar GDP körül, 30 ezer milliárd körül van. Ebből, ami most itt kockázatosnak tűnik, vagy hát úgy tűnik, hogy nincs sehol, mert hogy ilyen fiktív kötvényeket 150 milliárdot gondolok csak a Questornál, az olyan 1%-a, tehát 300 milliárd. Tehát a döntően a tőkepiac normálisan működik. Azt a kis részét, ami úgy tűnik, hogy disznóságokat csinál, azt kell most megtakarítani, és akkor tisztulni is fog a piac. Azt mondja a kormány, hogy ezen dolgozik. Hát hadd mondjam el, a saját választókerületemben Cegléden, ott azt tapasztalom, hogy az emberek ezrei mennek be a Hungária értékpapírhoz, kapnak tőlük
belőlük különböző sajtpapírokat a hozzájuk kapcsolódó, velük egy telephelyen levő cégektől arra, hogy úgymond befektetik 22%-os hozam reményében a pénzüket, és gyakorlatilag úgy nyúlják le ezt a pénzt, hogy semmit nem érő sajtpapírok vannak mögötte. Ez nem jelent meg a brókerházak forgalmában, még ezután jön a fekete leves, hogy hány ezer embertől mekkora vagyonokat vettek így el. Nem egy olyan öreg néni van, aki adott esetben a háza árát tette be átmenetileg, azért, hogy az unokájának tudja majd a halála után adni, és elveszítette a pénzét. Most az új törvényjavaslat kapcsán, amiről majd hamarosan dönt a parlament, amikor személyes vagyonokkal felelnek, nem csak a cégvezetők, hanem a felügyelőbizottság tagja, a könyvvizsgálók is, akik lehetséges, hogy egy kicsikét tekergettek a papíron. Ez visszatartó erő lesz, azt fogják mondani, hát, hogy a saját házamat már, ha ugyan nem iratta át éppen a sógorára, de hát ezeket a szerződéseket is, hogyha becstelenek, utólagosan visszamenőleg majd érvénytelenített a bíróság az új törvényjavaslat szerint, hát lehet, hogy ez majd rengeteget segít. Hát hadd mondjam előnek, hát eddig is volt vagyonelkozás intézménye. Amikor már a gyanúsítás megtörtént, tehát elindult az eljárás, akkor valóban a BTK-ra lehetőség. És most is meg kell, hogy történjen a gyanúsítás ezekben az ügyekben, és eddig is volt vagyonzárolás, mindig megúszták a felelősök. Itt alapvetően a gyenge törvényeket, ha betartattuk volna eddig is, már jóval előrébb lehetett volna jutni ezekben az ügyekben. Itt az a kérdés, hogy be lesznek-e tartatva a törvények. Ha elsikálják az ügyeket úgy, ahogy a Fidesz vagy az MSZP tettek Vesztor ügyben, akkor nem lesznek betartatva a törvények. Molnár János frakcióvezető helyettes úr, nagyon köszönöm, hogy itt járt nálunk. Én is köszönöm önnek a meghívást.